Áldás békességet. Hallgassuk meg Isten igéjét, Márk evangéliuma első fejezete 21. versétől a 28. versig bezárólag. Ezután elmentek Kapernaumba. Szombaton pedig azonnal a zsinagógába ment és tanított. Álmélkodtak a tanításán, mert úgy tanította őket, mint akinek hatalma van, és nem úgy, mint az írás tudók éppen ott volt a zsinagógájukban egy tisztátalan lélektől megszállott ember, aki így kiáltott fel. Miközünk közünk hozzád, názáreti Jézus? Azért jöttél, hogy elpusztíts minket? Tudom rólad ki vagy, az Isten szentje. Jézus ráparancsolt. Némúj el, és menj ki belőle. A tisztátalan lélek pedig megrázta azt az embert, és hangos kiáltással kiment belőle. Minnyáján annyira megdöbbentek, hogy ezt kérdezgették egymástól. Milyen új tanítás ez? Hatalommal parancsolat, a tisztátalan lelkeknek, és azok engedelmeskednek neki. És gyorsan elterjedt a híre mindenfelé Galilea egész környékén. Amen. Jézus úgy tanított, mint akinek hatalma van, nem úgy, mint az írás tudók. Mit jelent ez? Az írás tudók rendszerint felolvastak egy ige elmondták, hogyan értelmezték, értelmezik azt a nevesebb tanítók, mint például Hillér rabbi vagy Shammai rabbi, majd valamivel szerényebben hozzátették a saját értelmezésüket. Jézus egészen másként tanított. Ő nem értelmezte, hanem kijelentette az igét. Gondoljunk a bizony bizony mondom nektek, és az én pedig azt mondom kezdetű részekre. Ezekben nincs sem kétség, sem tapogatózás. Az Isten, aki megteremtette a világot és benne az embert, egyszerűen elmondja, mi a valóság, mint akinek hatalma van. A kapernaumi zsinagógában ülők nem tudták hova tenni Jézust. Úgy beszél, mint akinek hatalma van. De tényleg van hatalma? Vagy ő is csupán egy a sok tanító közül, aki legfeljebb szuggesztív előadás módjában különbözik a többiektől. Kimondatlan kérdésükre hamar választ kaptak. A zsinagógában ott ült egy ember, aki nem egyszerűen beteg volt, hanem megszállott. A gonosz féleképpen utat talált hozzá, uralma alá hajtotta. Úgy játszott vele, mint macska az egérrel. Ha akarta, még meg is szólaltathatta. Úgy az akkori, mint a mai orvosok tökéletesen tehetetlenek az ilyen emberrel kapcsolatban. Mit tett Jézus? Szólt, és a tisztátalan lélek eltávozott. A hallgatók tudták, hogy ez nem szemfényvesztés. Megértették, hogy Jézus nem csupán úgy beszél, mint akinek hatalma van, ő tényleg hatalommal rendelkezik. De hogy megkorával azt akkor még csak a tisztátalan lélek tudta, aki viszont nem, tilt, nem mondhatta el, mert Jézus megtiltotta neki mit üzen nekünk ez az ige itt és most. Jézus azt mondta, neki adatott minden hatalom, menjen és földön. Hisszük ezt? Számolunk Jézus hatalmával? Ha nem, imádkozzunk, hogy az Úr adjon nekünk lelki tisztánlátást. Ha igen, adjuk tovább a jó hírt másoknak is, hogy életünk nem a személytelen természeti erők és nem a gonosz hanem az ő szerető hatalmába van elrejtve. Amen.